Szevasztok, itt újra Gred, egy videószerkesztő bemutatóval. Ez egy újfajta videószerkesztő, amit mostanában használok már. Ez a Kinemaster nevet kapta. És ugye ezt a videó cuccot, ezt nem láthattátok, mert ugye ezt nem tettem ki. Ezt most itt nektek bemutatom, hogy hogyan sikerült ezt megcsinálni, és ehhez hasonló videót fogok nektek mutatni. Ugye ez a filmemnek az előzetese lesz, vagyis nem az előzetese, hanem itt fognak menni a szereplőknek a neve. Na tehát ez lett volna a videó, és megpróbálok egy új cuccot nyitni. Project Assistance-be bemegyünk, itt elnevezhetitek magát a videónak a címét, vagyis elnevezhetitek a címet. Most nemrég csináltam egy videót, meg van pár videó, sört ne nézzétek. Csináltam egy ilyen kaparós videót. Itt ez nem lényeg a téma, akkor itt a szöveget megadhatjátok, hogy hogyan kezdje magát a videót, de az se lényeges, később hozzá lehet adni, meg a zenét is később hozzá lehet adni. Na tehát itt a videó. Minden egyes emberkének. Akkor ezt fogjuk, hát... Nem teljesen szépen vágom meg az egészet, mert ez már lassan fel lesz töltve, kivéve egy rész majd azt később. Hogyha ide rányomtok, akkor itt kijön egy ilyen oldalsó rész, ahol tudtok választani dolgokat. Mindent részletesen megnézünk. Szétválasztani a videót, így tudjátok, hogy felosztás a jelenlegi pozíciónál. És akkor itt már ketté van szedve, ide, hogyha erre mentek rá, itt meg hozzá tudtok adni ilyen áttűnéseket. Akár mit hozzáadhattok, ami éppen tetszik nektek. Én átlagban ezt szoktam használni. Ugye az előző videónál is láthatjátok, hogy így szépen lassan áttűnik. Elhoztam nektek, de már a Tólás címűnye itt. És akkor itt most, hogyha ezt megvágom, akkor ugye máshova megy vissza, izé, bizgentyű. Elhoztam nektek, de már látom egy-két csoport. Oké. Ebbe a verzióba már hozzá tudtok adni ugye rétegeket. Mondjuk egy média réteget hozzáadunk. Itt vannak már nekem ilyen green screen-es dolgok, de... Most tegyük föl, most csak így bemutató jelleggel, van ez a zombi, amit egy videómban már láthattatok, ahogy itt megy. Akkor erre ugyanúgy rá tudunk kattintani, jobb oldalit eltüntetjük ezzel a gombbal, a bal oldali részt a felső gombbal. Ezt meg lehet nagyítani, forgatni. Most tegyük föl, hogy ide akartok tenni valami green screen-es dolgot, ide a sarokba. Oda lehúzzátok. Itt van a Blue Box technika. Bekapcsoljátok, és ugye itt már is tűnt az a zöld háttér. Itt be tudjátok állítani, hogy mennyire legyen erősek a textúrájai. Ott alul a lábánál láthattok egy kis plusz zöld részt, ami nem kell nekünk. Akkor, hogyha így ezt beállítjuk. Nem mutatom,
Hogy? És akkor ott megjelenik a zöld hátteres kis animációnk. 2, 3, 4 Akármit be lehet tenni, aminek zöld háttere van természetesen. Akkor hangot, itt az audióval tudtok hozzáadni. Ez mivel remixesz nyugodtan hozzá lehet. És akkor itt van a hang. Ugye ez először hangos lesz. Ezt mondtam. Akkor itt ezt is el lehet vágni, ugyanúgy, ahogy szeretnétek. Mondjuk így itt felkockázzuk ezt. Arra levágjuk, az nem kell, ott a kukajel. És akkor itt a hangját tudjuk állítani, hogy milyen hangosan szóljon. Egy játék. Ezt így már láthatjátok, hogy halkabb. 200-ason. És egyáltalán nem rondítja el magát a hangzást. De mivel ez nekem nem kell most, ezt ki is törlöm. Akkor vannak ilyen átfedések, amit inkább le lehet tölteni. Ilyen hambit hozzáadhattok. Mondjuk ezt én még nem teszteltem ki egyáltalán, hogy mik ezek. De ez nem is kell nekem. Lényegében én csak ennyit szoktam használni. Illetve, hogyha ilyen villogó képet akartok, mint az előző videóban láthattátok, akkor hozzáadtok médiát, hátteret, egy fekete háttér. Fölnagyítjátok annyira, mint maga a videó. És erre a képre lehet betenni egy animációt, ami mondjuk a lassú villogás, vibrálás, pulzus, ez valami jitter, forrás, csengés, lebegő, sodródás, kibudjanás, eső. De hát ide nekünk a lassú vibrálás kell, hogyha ilyen horrorisztikus dolgot akartok. Az ön számai között bármelyikkel, ön... Hogy így megakad maga, és képhibája van magának a cuccnak. Ugye itt szöveget is hozzáadhattok nyugodtan. Akkor ezt is akárhogy fordíthatjátok, nagyíthatjátok. Bemeneti animáció átlagba a halványodás. Ugye az a beköszönési többnyire. Akkor itt van animáció, azt akármit lehet. Én átlagban ilyen lebegőt szoktam, hogy valami minősége is legyen. De akármi lehet. Amit ti szeretnétek. Most legyen sodródás. Akkor meg tudjátok választani, hogy milyen milyen betűtípussal legyen. Itt meg tudjátok választani, hogy milyen színnel legyen. Hogy látható legyen, én átlagba pirossal szoktam. Átlátszódhatóság az nem annyira fontos szerintem, mert azt akarod, hogy lássák a feliratot szerintem. És kimeneti animáció, az meg ugye a animáció törlésnél van. Tehát így néz ki ez a rész is. Tehát 1-től 5-ös játék. Egy játék. Én vagy The Grad. Jó van, most vettem csak észre. De nem lényeg. Nem lényeg. Az a lényeg, hogy megmutattam ezt is. Hogy hogyan kell. Jó, akkor már javítsuk ki. Ne legyünk írás tudatlanok. Gyerekek, nem szabad annak lenni. Ugye itt hozzá tudtok adni ugyanúgy médiákat,
akármit, egy képet, hogyha hozzá akartok adni. Mondjuk ezt, amin gőzt fújok, azt ugyanúgy belerakhatjátok, és akkor itt tudjátok megoldani, hogy ráközelítsen-e valahova, vagy ne. Itt az egyenlővel ki tudjátok egyenlíteni, hogy a véghelyzet is ugyanaz legyen, hogyha nem akarjátok, hogy ugyanaz legyen, akkor először ezt beállítjátok, és ahova közelíteni akartok, oda mentek, reálja, így. És minél rövidebb a kép, annál gyorsabban fog rá közelíteni. Mentek, de már. Így. Ugye itt ugyanúgy áttűnési cuccokat tudtok beállítani. Nem tudom még mit kéne bemutatnom nektek, szerintem többnyire mindent elmagyaráztam. Elmutatom, hogy ha a ugye itt maga a green screen effekt, hogyan rakjuk be. Itt is lehet ugyanúgy bemeneti animáció, hogy halványan induljon, hogy ne egyszer úgy betaszódjon oda a képbe, és ugyanúgy kimeneti animációt is lehet beállítani. Akkor itt a villogási effektust mutattam meg nektek, hogy azt hogyan lehet. Nyereménye a nyereménytáblában feltüntetett találatokhoz tartozó nyeremény. És illetve a szöveg rész. Tehát... hogyha szeretnétek utólag hangos rávágni, akkor ugyanúgy meg tudjátok vágni ezt a részt. Teszem föl így. A hangot leveszitek, és akkor itt alul van a hang, és ugyanúgy teljesen rá tudtok beszélni. Most jelenleg nem, mert ugye fölvétel miatt nem veszi föl szerintem a hangomat, vagy nem tudom, hogy mit produkált most ez, de hát így lehet hozzá beszélni nyugodtan, ahogy szeretnétek. És akkor itt további rétegek, kézírás, akármit. Ebbe is szerintem lehet ugyanúgy átlátszóság, akkor vágás, effektek, sorban rajzolás, halványfeltűnés, vonásonkénti rajzolás, az a legjobb szerintem átlagban ilyeneknél. Ahogy leírtad, pont ugyanúgy veszi a dolgokat. Na. Ennyi lett volna ez a videó, ez a kis bemutató videó. Hát elég hosszúra sikeredett, de remélem minden sikerült bemutatnom rajta. Úgyhogy, ja, a sebességvezérlés, az meg itt van. És az a baj, hogy csak kétszeres sebességre lehet föltolni. Üdvözletem minden egyes emberkének, elhoztam nektek már. És akkor ugye, itt van a sebességvezérlés. Mert látom egy-két csoportba, hogy nagyon kegyetlenül nem tudnak olvasni, és nagyon kegyetlenül nem tudják, hogy hogyan működik ez a... Ja, tényleg színszűrő. Azt is akármilyen színszűrőt rátehettek. Ugye ez csak a kéket dobja ki. Van szépia, vizé, fekete-fehér. Aki amiért szeretne, olyat rá tud tenni. Kész. Még mik vannak itt, amit érdemes tudni? Hangszűrő az nem annyira érdekes, vinyettát is tudtok hozzátenni. Vagy akkor a szélei halványabbak. Úgyhogy ennyi lett volna a bemutató videóm. Szerkesztetek továbbra is, akárhogy szeretnétek. Rajtatok áll. Sok sikert mindenkinek a mobilos szerkezgetésekkel, Ingrid voltam. Szevasztok!